Az előző percekben tehát a hajápolásról és a készítésről volt szó, most pedig vendégünk Demarcsek Zsuzsa, a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola vezetője, és nyilvánvalóan meg fogom kérdezni Zsuzsát, hogy van-e összefüggés a sikeres produkció és a gyönyörű frizura között egyáltalán, hogy mennyi ideig fonjátok ezeket a hajakat? Természetesen van összefüggés, hiszen a színpadi megjelenés az már egy fél siker, és hát a lányoknak a hajkoronája az mindig egy különleges dolog, és nagyon-nagyon sok idő, több óra a készülődés, pláne hogyha egy csoportról van szó, mire a lányoknak a haját a tájegységnek megfelelő módon befonják, díszítik szalagokkal, csatokkal, különböző módon, és ez rengeteg-rengeteg idő, de ahogy mondják, hogy a haj korona az elkészül, valóban a viseletnek is az a koronája, hogyha egy gyönyörű, szép népviseletet felöltenek a gyerekek, a fiatalok, akkor a haj az nagyon-nagyon rendezett legyen, az szépen lefésülve, összerendezve, szinte minden egyes hajszálat gyönyörűen lelakkozva, olyannyira, hogy a gyerekek sokszor abban a viseletben, hajviseletben alszanak, hogy másnap, ha esetleg még egy fellépés volt, mint ahogy most is a mi esetünkben, a gála műsor után másnap volt a Puja bál, amire megint csak készültek a gyerekek, és úgy aludtak ebben a hajkoronában. Gondolom, hogy a szülők is megtanulják ezeket a fonatokat készíteni, főleg akinek ugye éveken át táncol a gyermeke, és hát azt nem gondolom. Táncosok is? Vagy ezt egymásnak fonják? Nem gondolom, inkább táncosok fonják, különösen a komolyabb alkotás tulajdonképpen egy-egy hajviselet. Ott már nagyon-nagyon precízen kell tudni, hogy hogyan tekeredik, hogyan csavarjuk össze konyba, kétákba, hogyan nézzen ki, tehát ezt inkább a kollégák végzik. A szülők nagyon sokat segítenek egyéb módon nekünk, mossák a sok alsószoknyát, keményítenek, vasalnak, és természetesen hozzák viszik a gyerekeket, és türelmesen várják, hogy vége legyen egy-egy produkció, és nagy örömmel tapsolnak a gyerekeknek. Ez a legfontosabb segítség számunkra. Hát szinte hihetetlen, hogy már 20 év telt el azóta, hogy tulajdonképpen ugye elindítottátok ezt az iskolát. Én még emlékszem a kezdetekre, emlékszem a névadásra, ugye Vásárhelyi Laci bácsi felé érzett tiszteletetek jeléül neveztétek el az iskolát így, és hát a sikerekre, a rengeteg fellépésre, hát gyakorlatilag úgy gondolom, hogy most már valóban kötelez ez a név, ennek egyik nagyon szép, tisztelgő jele volt többek között ez a gála műsor, amiről itt az imént beszéltél. De itt nem csak táncosok léptek föl, hanem ugye a más tanszékek tanulói is megmutatkoztak. Milyen volt ez az este? Hát igen, mert hogy néptánccal indultunk annak idején 1998-ban, kimondani is furcsa hangzik, de aztán az igényeknek, szükségleteknek megfelelően bővült a paletta, és bekerült a színjáték és a képzőművészet is a mi kis családunkba, és fantasztikus kollégákkal gazdagodtunk, és gyakorlatilag nyilván egy ilyen 20 éves számadás is, talán egy picit annak is nevezhetjük, alkalom arra, hogy mindegyik tanszak bemutatkozzon, és egy remekbe szabott kiállítással készültek a kollégáink. A mi iskolánkban gyakran rendezünk, hirdetünk meg projekteket, és most a cipő került a terítékre. Hogyan kerül a cipő az asztalra? Így bizony. Úgyhogy nagyon izgalmas, érdekes és nagyon kreatív alkotásokat készítettek a gyerekek, és ehhez kapcsolódott a színjáték és egy kicsit a népzene tanszakunk is, hiszen a népzene az teljesen új, 2 éve indult a mi iskolánkban, és azért gondoltuk, hogy ez fontos, hogy elinduljon, hogy a kis néptáncosainknak, a fiatal népzenészek muzsikáljanak, akár majd az fellépéseken is, hogy ez a cél. Egyébként hogy van? Azok, akik jelentkeznek, azok már eltökélt céllal és kőkemény elképzelésekkel jönnek, tehát tudják, hogy melyik tanszakra szeretnének menni, vagy esetleg közben is lehet őket formálni, egy picit motiválni, olyan, hogy mondjuk az egyik nagyon telített már, hogy működik ez? Nyilván több tanszakot is ki lehet próbálni, mert van, aki keresi az útját, nem tudja, hogy mi az, ami számára fontos. Kicsit kipróbálja ezt, kicsit a másikat, és valamelyiknél megállapodik. Van, aki célirányosan a tanszakot választja, mert abban teljesedik ki, azt
szívesen végzi, és amiben örömet leli, az a legfontosabb, hogy azt a tevékenységet folytassa, hogy sok-sok élmény öröm érje a gyerekeket. Úgyhogy mindegyik előfordul. Az biztos, hogy ezen a gála műsoron láthatták a szülők, hogy honnan, hová lehet érkezni. Tehát az egészen kicsi, az első lépéseket megtevő gyerekeknek a nagyon aranyos kis koreográfiájától a nagyon komoly professzionális táncig láthatták a szülők, hogy milyen utat járhatnak be. Mikre voltatok a legbüszkébbek? Mik voltak a legszebb emlékek az elmúlt 20 évből? Hát talán a legközelebbi nagyon nagy élményünk a Körös körül aranycsipke projektünk volt, ahol egyszerre volt a színpadon 300 táncos, a Bújtasi, illetve a Continental Arénában volt, és gyönyörű szép előadás, és ott a képzőművészet, a színjáték és a tánc együtt egy gondolati évet követve rendeződött egy egységbe, és egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon lüktető képbe, és itt voltak az erdélyi vendégeink és a Mérai Cifra Tánc Együttes nekünk testvériskolánk, és szerepeltek ebben a műsorban, és most is itt voltak egyébként a gálán is. Ez a legközelebbi élmény, hiszen ez óriási energia volt, óriási munka, és nagyon-nagyon nagy boldogság volt a gyerekeket együtt látva, a színpadon egy kerek egészet alkottak. Nem akarok ünneprontó lenni, de hát ugye ilyenkor van egy nagy levegővétel, egy nagy szusszanás, és azt mondja az ember, hogy hát akkor hajrá, csak így tovább, hiszen mindig vannak lelkes, csillogószemű újoncok, akik szeretnének gyakorlatilag a néptánc, a népművészet, vagy egyáltalán a saját kis identitásukat megtalálni, vagy a gyökereiket előkeresni, és ugye erre kiváló mindez a sok-sok műfaj, úgyhogy nem tudom, hogy mik a tervek a következő 5-10-20 évre. Az a borzasztó nagy szerencsénk, hogy a mi iskolánkban valahogy a Jóisten úgy adta, hogy szenvedélybeteg pedagógusok kerültek egymás mellé. Már nem drogoznak, nem hanem drogoznak, táncolnak. Táncolnak, és azt az örömet, amit a művészet oktatással mi magunk is megélünk, és át tudunk adni a gyerekeknek, ez egy olyan örök megtartó erő, ami biztos vagyok benne, hogy tovább fogja vinni, lendíteni, és újabb ötletekkel gazdagítani az iskolát, és hát hál' Istennek jönnek a fiatal pályakezdő pedagógusok, népzenészek, táncpedagógusok, akik megint csak otthonra találtak itt nálunk, és látják azt, hogy kapnak lehetőséget arra, hogy megvalósítsák a szakmai terveiket, álmaikat, és hát tényleg ott van a sok csillogó tekintetű gyermek, aki először lép be az iskolába, és nagyon jó megfogni a kezüket, és elindítani ezen az úton, és bízunk benne, hogy nagyon sokáig tart ez az út számukra. Hát így legyen, boldog születésnapot! Köszönjük szépen! És köszönjük, hogy eljöttél! Köszönöm!